Kigyulladt egy 50 négyzetméteres családi ház belső tere karcagon a Bíró utcában. A tűz a födém szerkezetre is átterjedt. A karcogi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik három vízsugárral fékezték meg a lángokat, közben pedig a tetőt is megbontották. A tűzoltók az épületből kihoztak egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek. A házban élő öttagú család nem volt otthon az eset idején, őket rokonok szállásolták el.